családok majálisa töltötte meg a Miskolci Népkertet május 1-én. Rengeteg ember látogatott ki gyermekeivel, hogy a nyárias időben együtt hűsöljenek a város közepi kis zöldövezetben. A Miskolc város által szervezett majálison ennek megfelelően alakultak a programok is. A színpadon gyerekműsorok, zenei fellépők, mint Varga Miklós és a band, illetve táncosok, mazsorettek, kutyás bemutató és airtrack show váltották egymást. Az egész népkertet lefedő program egy másik részén szintén főleg a családoknak kedveztek a szervezők. Ugrálóvár, lézerharc, arcfestés, lovagoltatás várták a gyerekeket. De, hogy tovább fokozzuk a majálisi hangulatot, egy komplett vidámpark terült ki a fák közé dodgemmel, mindenféle pörgő vásári mókával. Természetesen egy jó majálisnak elengedhetetlen része, hogy ezen a napon ne figyeljünk oda arra, mit is eszünk. A kézműves és gasztronómiai vásáron ott voltak a jó öreg klasszikusok, mint a virsli, lángos, lepények, kürtős kalács és persze a sör. Van rajta fokhagyma? Hogy ne lenne? Az a legfontosabb része, jó lángosnak. Aki kilátogatott május 1-én a népkertbe, az garantáltan jól érezhette magát családjával. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni, hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára, illetve kövess Facebook és Instagram oldalunkat.